Avalokiteshváráról szeretnék beszélni, és a Szívszutráról nagyon röviden. Avalokiteshvara, Bodhisattva, a szanszkritül a neve Avalokiteshvara, és Kínában Kuan Yin néven, Tibetben Chenrezig néven ismert, és Koreában pedig a Kwansen Bosal. Avalokiteshvara Indiából ered. Igazából kezdetben férfiként kezdték el tisztelni, és később úgy gondolták, hogy a könyörületesség és az együttérzés az egy ilyen női erény, és a szerzetes nők és a nők kezdték el egyre inkább tisztelni és imádkozni felé. Úgy is szokták emlegetni, hogy aki meghallja a világ hangját, tehát ő segített az embereknek a világ fájdalmán, és ő volt az, aki meghallotta ezeket az embereknek a hangját, és hogy hogyan rögtön tudta, hogy hogyan segítsen, és mi módon segítsen rajtuk. A legenda szerint egyszer, amikor hallotta a világban a fájdalmat, olyan nagy volt és sok volt a fájdalom hangja, hogy szétrepett a feje, és Amitába, aki a tanítója volt, 11 fejet és 1000 kezet rakott össze neki, ezzel is szimbolizálva, hogy a képességét igénybe véve minél jobban meghallja az értes, kiáltó, segítő hangokat, és még jobban tudjon segíteni. A Szívszutráról röviden, Avalokiteshvara, Bodhisattva, ugye a Buddha felkérésére mondja el a Szívszutrát Sáriputrának, aki Buddhának a legbölcsebb tanítványa volt. Ez a legrövidebb szutra, és nagyon mély tanítások vannak benne. A szutra tisztít, hogy megszabaduljunk a téves nézetektől, és a világot úgy fogjuk fel, ahogy az valójában van. Hogyha van valami elképzelésünk a világról, és a világ dolgai nem az elképzelésünknek megfelelően alakul, akkor van a fájdalom és a szenvedés. A szútra tisztít attól, hogy megszabaduljunk a hamis azonosulásoktól, a ragaszkodástól, és a dualitás gondolkodástól. A hamis azonosulás azt jelenti, hogy ha valamilyen dolog vagy esemény történik, akkor és nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, akkor szenvedünk, akkor van a szenvedés, sérül az ego, tehát azonosulunk azzal a problémával, mintha mi lennénk az a dolog. A ragaszkodás pedig, hogy mindenhez ragaszkodunk, dolgokhoz, névhez, emberekhez, gondolatokhoz, és nem tudjuk elengedni, és ez előbb-utóbb szintén szenvedést okoz. A dualitás gondolkodástól is mentesítene. A dualitás gondolkodás pedig azt jelenti, hogy felosztjuk a világot ellentétpárokra. Van az én, és van más, van a jó és a rossz, van az én hibám, a más hibája. Tehát a szutra
szeretné, hogyha a tanításában az ego mentességet elérnénk. Nagy meghaladó bölcsességben az azt jelenti, hogy Avalokiteshvara olyan magas tudati szintet, annyira tiszta a tudata, hogy ebben a meghaladó bölcsességben látja, hogy az öt szkanda üres, és ez a test, vagyis a forma, az érzés, érzékelés, akarat és tudatosság, ez egyenlő a személyiséggel. És meglátja a mélyében, hogy üresség van, és ez az üresség igazában, tehát azt mondja, hogy nincs öregség, nincs halál, nincs szenvedés, és ez egy kicsit ellentmondásos, mert valójában van, csak ebben a megvilágosodott tudatállapotban ezt el tudjuk, vagy el tudja engedni, és hát mi is erre törekszünk, hogy ugye elérjük a megvilágosodást, és ebben a magas szintű tudatállapotban el tudjuk engedni az egót, a félelmeket. A végén van a Gáté Gáté Paragáté, Parasam Gáté Bódhiszatva. Ez elvisz a gondolkodás előtti kapuban, tehát hogyha ha át akarunk lépni a kapun, akkor a dualitásmentes gondolkodást kell elérnünk, illetve még úgy is szokták emlegetni, vagy fordítani, hogy menj, juss át a kapun, és érd el a megvilágosodást. A Mahayana buddhizmusban, ha érjük a megvilágosodást, akkor ott nem állunk meg, hanem hogy mások megsegítésére törekszünk, és hogyha valamilyen elakadás van az életünkben, vagy szeretnénk segítséget kérni, vagy valamilyen betegség, és akkor minél többet mondjuk a szívszutrát, ugye annál hatásosabb, tehát az Ádám is említette az elején, hogy minél jobban kigyakoroljuk, akkor ez az élesben, amikor tényleg valóban szeretnénk valakinek segíteni, vagy saját magunkon megoldást találni a problémánkra, akkor az jobban hat. A megoldások, azt úgy kell érteni, hogy sokszor nem közvetlenül ott vannak előttünk, hanem ha éberek vagyunk, és ugye tiszta a tudatunk, akkor a megoldásokat észre kell vennünk. Tehát az lehet akár egy könyvben, akár egy embernek egy elejtett mondatában, vagy egy képben, és ehhez ébernek kell lennünk, hogy ezt így észrevegyük. Röviden a szútra tisztít, békét, békességet, nyugalmat tudunk elérni vele, és hát legalább ajánlatos napi háromszor elmondani. Tehát minél többször mondjuk, annál hatásosabb. Tehát gyakoroljunk minél többet. Köszönöm. Kedves gyakorlótársaink, egy órás Kvanszeumból Szákhidó után vagyunk, ami azt jelenti, hogy szűk 2000-szer elénekeltük azt, hogy Kvanszeumból Szál. Hatalmas erő, hatalmas energia és hatalmas kitartás. Én nagyon hálás vagyok mindannyiótoknak, akik itt voltatok, és ezt végig énekeltétek velünk. Ülünk együtt, végig gondoltam az elmúlt éveinket. Mert hogy ez az Andrássy úti gyakorlóhelyünk, itt Budapesten nem az első gyakorlóhely. Én a közösséggel először a Bajza utcában találkoztam, de volt már előtte egy Kőris utcai gyakorlóhely, ott én sajnos nem jártam,
Viszont a Bajza utcába évekig mentem. Amikor az megszűnt, akkor átköltöztünk tulajdonképpen másfél utcába, arrébb a Répelónai utcába. Ott is voltunk egy kicsit, néhány hónapon, talán egy éven keresztül. Aztán a Répelónai utcából a Bakács tér melletti Bakács utca következett, ahol szintén eltöltöttünk valamennyi időt, talán körülbelül másfél évet. És ezután gyakorlatilag a 2020-as Covid járvány kitörése előtt egy egészen rövid időt eltöltöttünk a déli pályaudvar mellett, a, ha jól emlékszem, Győri útnak hívják. Egészen rövid volt, talán néhány hétig voltak ott gyakorlatok, aztán jött 2020 márciusában a Covid, és gyakorlatilag elsöpörte a mi közös budapesti gyakorlatainkat. És akkor évekig nem volt pesti gyakorlat, igyekeztünk minél többet kijárni a templomba, Ádámnak köszönhetően voltak online alkalmak, és nem tudom, hogy vannak-e olyanok köztetek, akik online módon kidóztak velünk, mert hogy olyat is csináltunk néha. Mindenki ült a kis számítógépen, a kis telefonja előtt, és énekeltünk együtt. Volt, amikor körülbelül egy órán keresztül hasonlóan surangam a mantrát, például, ha jól emlékszem. De nem volt közös gyakorlóhely, nem volt lehetőség arra, hogy összegyűjjünk. Így aztán hatalmas öröm volt az, amikor tavaly előtt, év végén jött a lehetőség, hogy itt van ez a hely, és mi itt időnként összegyűlhetünk. És akkor elkezdődtek a hétfő esti alkalmak, és azt vettük észre, hogy egyre többen vagyunk. Már az első néhány hónapban is, amikor még nem is voltak rendes matracok. Ha jól emlékszem, Bea, akkor először a te jóga matracaid érkeztek meg, és azokat kaptuk meg használatra, és akkor azokat tettük ide ki. És közben egyre csak gyűltünk, minden héten egy kicsit többen voltunk. Aztán megjöttek a matracok, megjöttek a párnák, és bizony az elmúlt hónapokban többször is azt vettem észre, hogy több mint 60-an vagyunk. Ez egy egész megdöbbentő szám, és bizony nekünk Beával itt a gyakorlat megkezdése előtt, meg Ildivel kell rendezni az embereket. Időnként úgy érzem magam, mint aki legóból épít házikót, vagy esetleg élőben tetriszezik, meg néha eszembe jut a cipőkanál is, amikor még ide, még oda be kell csúsztatni egy-egy gyakorlótársat. És akkor mindig rájövünk arra, hogy tök jó, mindenki elfér. Valahogy mindenki elfér. Lehet, hogy be kell fordítanunk a matracokat, de azért elférünk. És ami erről eszembe jutott, az a kifejezés, amit Sung San Zen mestertől tanultam a zenre, ez pedig az, hogy csendes forradalom. Itt van ez a könyv, a Fénypontok, amiben Sung San Zen mester rövid tanításait kapjuk ugye az év minden napjára. Ha esetleg megvan nektek és belenéztetek, akkor látjátok, hogy pontosan 365 kis rövid történet van benne. Január 1-je óta azt csinálom, hogy minden nap elolvasok belőle egyet, csak egyet. És azon egy kicsit eltűnődöm. A 149-es számú, amit valamikor egy hónappal ezelőtt, május vége felé olvastam, és akkor volt, ugye, akkor jutott sorra. Ebben találtam ezt a csendes forradalom kifejezést, ezt most felolvasom nektek.
A zen gyakorlásunk valójában egy csendes forradalom. Mit hoz a jövő? Hogyan kapcsolódik össze a gyakorlásod az életeddel? Hogyan segít a gyakorlásod a többi emberen? Ha rajtad segít, akkor másokon, a világon is segíteni fog. Így kapcsolódik össze a gyakorlásod a világ békével. Az ilyen típusú gyakorlásnak egyre nagyobb jelentősége lesz. Sun Tzu zenmester mindig nagyon egyszerűen fogalmazott. Nem is tudott annyira jól angolul, annyira nagyon pontos és nagyon egyszerű kifejezéseket használt mindig éppen ezért, hogy minél többen megértsék az ő egyszerű szavait. De mindig megfogalmazta a lényeget, mindennek a gyökerét. Úgyhogy az, amikor itt 60-an, meg 62-en, meg néha egyszer voltunk 64-en is, szóval amikor ennyien vagyunk, akkor bennem mindig egy ilyen mérhetetlen öröm van. És boldogan rendezgetünk benneteket, bármennyien is legyetek, mert ezzel tudunk segíteni a világon. Köszönöm szépen!